Erre a látványra bukkant alsónyik határában a területen gazdálkodó vadásztársaság egyik tagja november 21-én a reggeli órákban. A férfi azonnal felhívta a település polgármesterét, hogy jelentse neki a látottakat, aki ezután értesítette a rendőrséget a közel 50 darab illegálisan lerakott tartályról. A helyszínen is során kiderült, hogy a hordók nem tartalmaznak veszélyes hulladékot. Igazán csak a feliratokról látjuk, hogy a fehér hordok mosószeres koncentrátumot tartalmaznak, a kék olajos hordok az meg valami élelmezésügyi, ilyen futószalagkenő olajat. De mindegyikben csak maradvány van, igazán üresek a hordok. Karácsony Tibor a társaság vadászmestere úgy nyilatkozott, ekkora mértékű szemeteléssel még nem találkozott a körzetükben, de illegális hulladéklerakatokkal szinte minden héten szembesülniük kell. Elég sok gondot okoznak nekünk ezek az illegális szemétlerakók a területen, több helyen is van belőle. Próbáljuk felderíteni, szinte 24 órán belül megtaláljuk az új szemétlerakást, és több feljelentést tettünk már az ügyben. A vasárnap felfedezett hordóhalmokról készült videót közzétették az egyik legismertebb közösségi oldalon, a bejegyzés alá nem sokkal később érkezett egy olyan hozzászólás, ami újabb részletekre világított rá az ügy kapcsán. A hordókat először a Szexerdik Kavicsbányánál kezdték el kirakni szombaton kettő óra körül, de egy arra futó férfi megzavarta őket, és az elkövetők azonnal továbbáltak. Annyi információ áll egyelőre rendelkezésre, hogy egy 3,5 tonnás, ponyvás kisteherautóról pakolta le két ismeretlen férfi ezeket az edényeket. A felségjelzés alapján szerb honosságú járműről van szó. Mindkét esetben megkezdődött az eljárás a hulladigazdálkodás rendjének megsértése büntett elkövetése miatt. Ezért akár három évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik az elkövetőket. A fő utakon elhelyezett biztonsági kameráknak és a szemtanulnak köszönhetően nagy eséllyel el is kapják majd a felelősöket.